Úgy gondolod, hogy a reggel csak szürke és lehangoló lehet? Tévedsz! Ez itt a Forrás Café! Jókedvű beszélgetések és érdekes témák minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Ölvedi Rékával és Borsodi Imrével! Jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, drága hallgatók! 2 perccel vagyunk 6 óra után, ébresztő, ébresztő, mi itt vagyunk és ébresztünk benneteket. Nektek nincs más dolgotok, mint megfőzni ezt a bizonyos kávét, amiből, mint már megtanultuk, rengeteg különböző félét lehet válogatni, és lehet belőle kortyolni jó nagyokat. Indítsuk el ezt a napot. Szia Réka, jó reggelt! Hello Imi, sziasztok mindenkinek, itt van Andi is, majd be fog néha köszönni, meg az előbb is már beköszönt, úgyhogy mindenki itt van, aki számít. Ez egy kicsit ilyen hangzott, de hát nem baj, indítsuk így a reggelt. És hát készüljünk fel rendesen erre a mai kánikulára, mert hogy ma indul be igazából ez a buli. 33 fok várható ma, és kedden szépen fokozatosan növekszik, és kedden 36-ot írnak most jelen pillanatban, tehát már ki is adták a citromsárga figyelmeztetést arra a bizonyos hőségre, úgyhogy fel lehet készülni. Tegnap egy kicsit kint voltam este, és olyan frissítő levegő volt meg nálunk, hatalmas zuhé délután. Tényleg ez jutott ugye eszembe, hogy ide nem küldtél eső nem? Most. Nem jött el idáig? Hát legalábbis amíg én Érden nagyon durva dörgés és hatalmas cseppekben esett az eső, nem csak egy percig, hanem egy picit húzamosabb ideig. Másfél, igen, pont másfél volt. Úgyhogy ott felfrissült a levegő rendesen, de akkor ezek szerint ide nem érkezett belőle. Nem. Mi sajnos megúsztuk. Ez milyen furcsa mondat, nem? Sajnos megúsztuk ezt az esőt. Egyébként szerintem már nagy szükség lenne rá. Viszont itt a hét közepe, és egy csomó minden történik most így a hét közepén. Egyrészt kezdődik a paralimpia, ahol ugye környékbelieknek is sokaknak szurkolhatunk, úgyhogy hajrá, hajrá, hajrá magyarok. Illetve a mai napon kezdődik az ifjúsági világbajnokság a judósok számára, ahol szintén képviselteti magát a Tatabányai Sportklub, innen 2 versenyző, Kunyik Botond, illetve Radovics Mihály, és az Ippon Judo Ese Tatabánya sportolója, Kruplő Georgina, ők mentek ide a szomszédba, csak Peruba. Oh. Ugrottak el. Úgyhogy nekik is nagyon szurkolunk. Tök jó, mennyi sportesemény, és ezeken a sporteseményeken minden részt vesznek olyanok, akiknek szurkolhatunk innen a régióból. Igen, elég sportos ez a nyár most ebből a szempontból. Nagyon örülök neki. Hát amikor olimpia van, akkor még jobban felbojdul ez a sport tevékenység, meg hát a szurkolás is mindig olyan jó, hogy lehet valakikért izgulni, szurkolni, drukkolni, valamiért bekapcsolni mondjuk a tévét, vagy az internetet, a Facebookot, stb. Szóval, hogy igen, számolunk majd ezekről az események, és hát ma is sportos témánk lesz, úgyhogy egy újabb sport sikerről fogunk majd beszámolni 8 óra magasságában, úgyhogy ez a nap ez tényleg teljesen sportos. Meg beleszagolunk egy kicsit a social media világába is. Abba is beleszagolunk, igen. Lesz itt minden, ami szemszájnak ingere. Drága hallgatók, ti pedig írjátok meg nekünk, hogy hogyan ébredtek ezen a mai napon, és hogyha esetleg útnak indultok, akkor nagy-nagy szeretettel fogadjuk tőletek a közlekedési információkat is. Most zenélünk egy kicsit, hogy könnyebb legyen az ébredezés, aztán utána érkezünk hozzátok vissza a kalendáriummal. Forrás Café! Ágyba hozzuk neked! Mesztelenül vagy pizsamában, vagy esetleg teljesen felöltözve, mint ahogy mi most itt vagyunk a stúdióban, köszöntünk benneteket 2 perccel, 6:45 előtt, ez a Forrás Café, és akkor jöjjön a mai nap főbb információja. Az ágostonokkal kezdünk, hiszen ők ma a főbb névnaposok. Az Ágoston latin eredetű férfi név, a latin Augustus név kicsinyítő képzős származékának, az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja, jelentése magasztos, fenséges, fenkölt. Vannak női párjai is, Augusta, Augustina és Ágosta. Az Ágoston különféle változatai pedig családnévként is ismertek, például az Agócs is az Ágostonból származik. Mik vannak, ezeken mindig meglepődök, hogy mennyi csavar van egy-egy keresztnév mögött, hogy miket találnak mögé így információként. Majd az Imréről is lesz információ az adott időben, igen. Na, hát, arról aztán lehet beszélni. Mindenféle világnapok meg emléknapok is vannak a mai napra
levetítve. Egyrészt 1963-ban Martin Luther King elmondja, van egy álmom kezdetű, méltán híres és méltán a történelembe beírta magát ez a beszéd, úgyhogy ez szólt ezen a napon. Illetve szintén 1963-ban ezen a napon elindult a Malév első Európán kívüli járata, ez egy IL-18-as típusú repülőgép volt, és Athénba, illetve Kairóba közlekedett. A Budapest-Athén-Kairó útvonalon közlekedő menetrend szerinti járat hetenként egyszer indult Budapestről Athénbe, illetve Kairóba minden héten kedden, Kairóból, illetve Athénból szerdánként jött Budapestre. És ami érdekes az az, hogy Budapest és Athén között 2 óra 20 perc volt a menetidő, illetve Athén és Kairó között 2 óra a teljes Budapest-Kairó közötti, beleértve az athéni tartózkodást is, 5 óra 10 perc volt az, amit a levegőben eltöltött ez a repülőgép. Hát nem egy máv, mit mondjak, ahol ilyen 8-10 órákat is sikerült abszolválni ezen az elmúlt hétvégén. 1749-ben született Johann Wolfgang von Goethe, német író, költő, grafikus, természettudós, művészetteoretikus, jogász és politikus. A német irodalom egyik klasszikusa, a világirodalom egyik legnagyobb költője, a líra, a dráma és az epika műnemében egyaránt remek művek sorát alkotta. Hát szerintem, hogyha a Faustot megemlegetjük, felemlegetjük mint tragédiát, akkor szerintem Goethével az teljesen összevonható, és talán ez a legismertebb így a tanulók, nebulók körében is. Komárom Esztergom vármegye székhelyén, Tatabányán bányász családba született 1926-ban Zárai Márta, kétszeres Emerton díjas magyar énekesnő, a magyar tánczene egyik jelentős alakja volt, akárcsak férje Vámosi János, 2001-ben hunyt el, és Tatabányának a Tatabányai Lány című dalban állított emléket, sírja, ahol férjével együtt nyugszanak, Tatabányán az újtelepi temetőben található. És 82 éves lett ezen a napon, mert hogy 1942-es születésű Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, színházigazgató, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Szinkronhangként is sokat foglalkoztatják, többek közt Jean Reno leginkább megszokott magyar hangja. És Gotár Péter pedig 77 éves a mai napon, ő Kossuth díjas magyar filmrendező, díszlet és jelmeztervező, a nemzetművésze. És 62 esztendős lett David Fincher, amerikai filmrendező és videóklip készítő, gyakran fellelhető sajátos stílusjegyei, mint például a sötét, misztikus hangulat, leginkább a hetedik, a Harcosok klubja, a Zodiákus és a Benjamin Button Különös élete című filmben jelentős. 55 éves lett Jack Black, amerikai színész, komikus és zenész. A Rocksuliban folytatott szereplésért Golden Globe díjra jelölték, a legjobb színész musical vagy vígjáték kategóriában. 2008-ban ő adta a Kung Fu Panda hangját főszereplőjének, mármint hogy a Kung Fu Panda főszereplőjének. A film nagy sikert aratott, több folytatása is készült, leginkább Kalói Molnár Péter szinkronizálja Jack Blacket. Jó lenne most már felébrednem, nem? Viszont a Kung Fu Pandában pont, hogy nem ő szinkronizálja, de hát ő igazából nem a színész szinkronizálja már, mint hogy a színész szinkronizálja, de nem a rajzszínfigurában jelenik meg ugye Jack Black, és amúgy szerintem tökre hasonlítanak egymásra Jack Black és Kalói Molnár Péter. Maga a viselkedés karakterisztikában, igen, abban valóban van bőve hasonlóság. Nos, és akkor lesz vendégünk is, ahogy azt már említettük, 8 órakor érkeznek majd hozzánk Bognár László Levente edző és Varga Imola VB bronzérmes versenyző. Ketrecharc, ez a pontos terület, és ebben győzedelmeskedett így a bronzéremmel Imola. Hát egy izgalmas meccs volt, úgyhogy erről fogunk majd beszélgetni. Bátor és ütőképes ez a hölgy, úgyhogy szedd össze magad, Imi. Úgyhogy ne kezdjek el kötekedni, szerintem ne. Hát jó, majd meglátjuk, hogy mit tehetünk az ügy érdekében. Úgyhogy tartsatok velünk ezen a mai napon is, szép napnak ígérkezik, bár még egyelőre nagyon korán hajnal van, bízom benne, hogy a reggeletek lassanként elindul, maradjatok velünk, mi zenéket hozunk nektek jobbára, ráadásul olyanokat, amik igazán izgalmasak. Most például Neo-tól következik a Beautiful Monster. Forráskafé.
Jó kedvre hangol. Fél hét van. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink. Itt van velünk Réka, meg itt van Andi, meg hát én is itt vagyok a stúdióban. Szóval, hogy elindul szépen lassanként ez a reggel, és pont az jutott nekem eszembe, hogy hétfőn már suli. Wow, de komoly. Igen, folynak a napok egyre inkább. Hétfőn iskola, fura. Igen. Mert hogy gyakorlatilag most kezdődött még el ez a nyár, és már rögtön belecsapunk a lecsóba, elkezdődik az iskola, és mindenki visszül az iskolapadba, ismételten kezdődik az őszi megszokás, vagy most ül be. Igen, nálatok hogy álltok? Hogy készül a gyerkőc a sulira? Nagyon várja már. Hétfőn azt mondta, hogy ő holnap szeretne menni. Hát mondtam, egy kicsit még várni kell. Na, hát nagyon kíváncsi leszek. Nagyon be van zsongva most még. Nagyon cuki. Ezt így lekövetni, hogy a semmiből mennyire várja. Hát ugye azért, mert kíváncsi, mert nem tudja, hogy mi lesz, és hogy ez milyen nagy dolog, hogy ő már nem óviba, hanem majd iskolába megy. Úgyhogy szerintem, akik itt állnak most, azok előtt még mind nagy izgalom, meg várakozás van. Aztán, hogy ez mennyire lesz tartós? Ez itt a kérdés. Igen, na, nagyon érdekes egyébként, főleg az általános iskolára így visszaemlékezve, hogy nálatok ez hogyan volt ez a dolog? Már azért mondom, hogy visszaemlékezve az általános iskolára, mert hogy... voltam, tudod. Kisdobos, oké. Mert hogy ugye nálunk, én úgy emlékszem, hogy volt ilyen összeszoktató időszak a suliba, amikor így be lehetett menni, voltak ilyen közös programok, aztán utána nem voltunk vadidegenek egymásnak, amikor... Ez az általános iskolában? Általános iskola elsőben, igen, volt ilyen, mint hogyha valamilyen délutáni foglalkozás lett volna egy 2-3 alkalommal, ahol hát, így tudtunk egymással találni. Na hát ez lett volna nem, a kérdésem, hogy... Gólyatábor volt középiskolában. De az középiskolában, meg egyetemen, és általános iskolában nem volt semmi ilyesmi? Én nem emlékszem ilyenre. Akkor ilyenkor gyakorlatilag egy vadidegen közegbe érkeznek meg az elsősök, és akkor úgy kezdik. Kétszer volt az iskolában. Egyszer egy ilyen, nem tudom, így csak bementünk körülnézni, a második alkalommal pedig már voltak ilyen foglalkozások, de hát ez inkább ilyen játéknak. Mégiscsak volt valami, ami hát, kicsit beleszoktatja ez őket, kettő, meg összeszoktatja. És ott nem azt mondanám, hogy ismerkedés volt egymással, vagy így nagyon azzal a közeggel, ami majd ott várja őket, mert hogy az ovis csapat, az kb. Így bevonult oda, tehát igazából azokkal az emberekkel, vagy gyerekekkel volt együtt, akikkel amúgy az oviban is együtt volt, de most ők nem lesznek osztálytársak, csak ugye mindenki jött, aki tudott és szabad volt. Értelek. És akkor így egy jó buli volt nekik, de abból ők nem sokat fogtak fel, hogy valójában ez egy iskola, és itt most már más szabályrendszer van, és nem tudom micsoda, az majd most, majd jövő héten majd hozzászokik. De kemény lesz. Máté, ha fent vagy már, és jó hallod, akkor egyrészt jó reggelt, másrészt pedig bizony, kezdődik hamarosan az iskola. Na meg a másik, tényleg a középiskolai gólyatáborok, hú, azt én mennyire szerettem a középsulis gólyatáborunkat, és akkor utána szeptember 1-ével már nem egy vadidegen közegbe esel be, hanem hogy ismeritek egymást. Hú, ezek nagyon jó időszakok voltak. Vagy épp félsz a másiktól, mert megkaptad a magadét a beavatáson a gólyatáborban. Ja, vannak azért sztorik szerintem. Jó, mindenki életében vannak sztorik, igen, meg hát ugye az egyetemi gólyatáboroknál, meg aztán pláne vannak sztorik mostanában, amiken én így elgondolkodtam, hogy ilyen pengeszájú kisasszony nyilatkozik így a social médiában, hogy mennyire megalázó volt számára részt venni a gólyatáborban, és hogy ő második nap hazajött a gólyatáborból, mert hogy őt mennyire megalázták, csak hát az a helyzet, hogy szerintem már maga ez a megnyilatkozás megalázóbb, mint maga az egész gólyatábor. Nyilván vannak olyan gólyatáborok, meg vannak olyan esetek, amikről hallottunk, ahol túllőnek azért rendesen a célon. Na de könyörgöm. Tehát, hogy rendben van, hogy píszik vagyunk, meg óvjuk, védjük egymás érzékeny lelkét, mert hogy azért kicsit érzékenyebbek is lettünk az utóbbi néhány évben. Na de... Ez annyira borzasztó, hogy most már igazából egymáshoz se lehet szólni, ismerkedni sem lehet, mert hogy azt rögtön zaklatásnak veszik. Szóval,
furcsa világot élünk ebből a szempontból. Egy kicsit kifordult, igen, a világ. De hát nem baj, tartunk most egy ilyen helyzetben, meg valami felé. Hát aztán majd úgyis jön valami változás biztos. Persze, hát hogy lehet az élet, mindig változik. Azért. Igen, az én időmben még ugye ilyen kisdobos dolog volt. És akkor te ilyen utolsó generációs kisdobos voltál, nem? Igen, mert az úttörő korságot én már nem élhettem meg, és nagyon rosszul érintett. Mondom, pont most lettem volna úttörő, és akkor kéz eltörlik. Ez borzasztó szívfájdalmat okozhatott neked. Ugye én csak ennyit érzékeltem ebből a dologból akkor, és nagyon rosszul érintett, mert nagyon vágytam volna arra, hogy én is lehessek úttörő, de hát ez most így kimaradt. De nem baj. A Tom és Jerry őrsben voltam, vagy hogy is nevezték. Ráadásul ezt. Tom és Jerry Tom őrs. És Jerry igen. Hát már ez egy kicsit ja, ilyen modernebb valóban volt. Valóban a legvégén voltál ennek a bizonyos dolognak. Drága hallgatóink, ti pedig megírhatjátok így visszaemlékezésképpen, hogy nektek milyen volt a gólyatábor, akár középsulis, akár egyetemista, vagy hogyha ne adj Isten, ne talántán, még visszaemlékeztek az általános iskolás első napokra, hetekre, hogy ez milyen volt. Erre is nagyon kíváncsi vagyok én, meg hát szerintem Réka is, mert most már kötelezővé tettem, hogy ő is legyen kíváncsi rá. Szóval, alapvetően hogy... kíváncsi, természetesen való, úgyhogy én még erre is kíváncsi vagyok. Úgyhogy ezt írjátok meg nekünk a 0-20-97-8-97-85-ösre. Forrás Café! Mi tudjuk, hogy sikerülni fog! 40 perccel járunk 6 óra után, és többen kérdeztétek, hogy mi volt ez az előző dal. New Level Empire és Honey Beast, Nem hagylak egyedül című 2022-es dalát hallhattátok az imént. A többen kérdezték között ott volt Réka is. Igen, igen, és hát nem hagylak titeket egyedül, nem hagyunk semmivel se. Kivéve hónap után hát, meg hétfőn. Jó, de hát az úgy, mégis itt leszek, a szellemem itt lesz. Szellemed, azt értem. Itt hagyom. Jó, nem viszem magammal, mit szólsz? Jó, ennek örülünk. Ide tapasztom a székhez. És hát nem vagyunk egyedül a környezetben sem, ugye vannak mindenféle állatok, mondhatni betolakodók, azok de vannak. Szerintem az ember tolakodott be, de mindegy, ez egy igen. Másik szempont. Szóval van egy olyan hírünk, hogy óvakodjunk a hót patkányoktól, és ez most nem vicc, mert ugye a teknős is fellelhető tini nincs a formájában a tóban, itt a Tatabányán, az sem vicc, mert hogy állítólag az is veszélyes. Szóval a hót patkány sem egy ilyen cuki kis állatka, ami úgy érdemes megsimogatni. Jurassic Park. Hát, de nagyon úgy fest a hol dolog. Hol vaddisznó van a belvárosban, hol róka a kórház udvarán, hol támadó kóbor, teknősök. Vagy éppen nutriák. Igen. Tehát Komárom-Esztergom vármegyében elszaporodtak ezek a rákcsálók, és Tatabányán is egyre több gondot okoznak, és azért okozhatnak gondot, mert hogy amúgy tényleg cukik is állatnak tűnnek, csak hát ugye nem tudhatjuk, hogy ők hogyan reagálnak a mi közeledésünkre, és a harapásuk nem csak fájdalmas, de egy halálos vírust is terjeszthet, ez pedig nem más, mint a veszettség vírusa. Úgyhogy ne nagyon engedjétek, ha találkoztok ilyennel, hogy a gyerkőt mondjuk úgy oda menjen, megsimogassa, adjatok neki ennivalót, stb., mert hogy tényleg veszélyes. Van új a nap alatt egyébként ebben a történetben? Csak azért kérdezem, mert hát alapvetően nem, csak, minden egy vadállat, kis... vadon élő állat terjeszthet veszettséget. Nyilván most már azért eléggé visszaszorult a veszettség, mint olyan. Én nem is tudom, hogy Magyarországon mikor diagnosztizáltak utoljára veszettséget. Már úgy veszettséget, hogy valakit esetleg megtámadott egy veszett állat? Hát ne is adjunk erről hírt, én hát, azt gondolom. Az új a nap alatt szerintem csupán annyi, hogy Tatabányán is egyre több gondot okoznak ezek a nutriák, mert hogy a legkülönfélébb helyeken bukkannak föl, főleg vizes területek szomszédságában, de akár áruház parkolójában is találkozhatunk velük. Hát szerintem kisebb gondot okoz egy nutria egy bevásárlóközpont parkolójában, mint a félrészeg, aki odajön még pénzt tarhálni tőled. Igen, de hozzá nem közeledsz úgy, hogy jaj, de cuki vagy, hát megsimogathatlak. Hozzá nem. Míg a nutriához igen, és ha ő harap, akkor abból baj lehet. Csak ennyi. Ja, nyilván. Jó, hát akkor drága hallgatók, ne simogassatok nutriát semmiféleképpen, hogyha szembe jön veletek és bemutatkozik, hogy nutria vagyok, simogass meg, akkor se. Fussatok az életetekért. Igen, de ha a saját nutriátok, akkor megsimogathatjátok. Főleg, ha be van oltva veszettség ellen. Hát akkor meg pláne. Csak hát így az idegen nutriákkal vigyázzatok. Jó, mindenképp így fogunk tenni. Illetve még
Péter írt nekünk üzenetet az előző témánkkal kapcsolatban, hogy kinek milyen volt a gólyatábor, vagy milyen volt az iskola kezdés, és írja, hogy a fősülis gólyatábor jó volt és elég hasznos, van egy kis smiley face is ott utána. Hogy vajon mitől lehetett elég hasznos. A hatosztályos gimi, ahol nálunk jól sikerült a csapat összekovácsolása, minden évben egy hétvégére találkozunk a 2002-es balagás óta is. Az igen. Az nagyon szép. Egy-két mini tali, például karácsony körül az osztály nagyobbik felével, plusz pár emberrel, akik más osztályba kerültek. Most hétvégén lesz az idei találkozó Komáromban, faházakban, fürdőzős helyen lesz, lazulással. Na, hát akkor innen is üdvözöljük Péter összes osztálytársát, és hát nagyon jó bulizást kívánunk. Ez mennyire menő? Ez nagyon, és mindig olyan elhatározás van, nem? Ilyen ballagási időszakban, hogy ó, jaj, mi olyan jó osztály voltunk, tartsunk össze, és akkor minden évben, már nem is várjuk meg az 5 éves találkozót, hanem minden évben. Aha. Nálunk hát Péteréknél ez sikerült, ez nagyon jó. Igen, nálunk is megvan még így az osztályban az a fajta összetartás, hogy találkozzunk azért az osztály találkozók éveiben. Na meg a szándék megvan? Hát a szándék is, a lehetőség az nem mindenkinél, mert hogy sokan külföldre költöztek, tehát ott onnan nehéz visszajönni pont arra az időszakra, amikor van mondjuk egy osztálytalálkozó, de például a csajok közül elég sokan tényleg életre szóló barátságokat kötöttek középsuliba, és még most is nagyon jóban vannak egymással. Nekem általános iskolából származik a barátnőm, úgyhogy azóta tartjuk a kapcsolatot, és ez tök jó, meg középiskolából is van egy pár, akikkel tartjuk a kapcsolatot, de így, hogy osztálytalálkozó, ez nagyon-nagyon nehezen valósul meg. Ami azért is furcsa, mert ugye itt vannak a közösségi oldalak, tehát igen, hogy most már összeverbúválni a csapatot nem egy nagy dolog. Igen. De valahogy a személyes találkozó az egyszerűen nem jön össze. A személyes találkozások azok úgy általában visszaestek így az utóbbi időszakban, ami miatt én eléggé szomorú vagyok. Ezt egyrészt betudom a közösségi médiának, amiről te is beszélsz, hogy azon keresztül sokkal egyszerűbben összejönnek az emberek, meg a közösségi médiából érkező információk, videós tartalmak, azok nagyon-nagyon megtöltik az embernek a fejét. Ez egyrészt jó, mert hogy vannak oktató tartalmak, vannak humoros tartalmak, amik szembe jöhetnek, másrészt meg van azért elég sok, ami ilyen üresség, és csak eltöltöd az időt, és pörgeted az internetet. Te szoktad ezt csinálni? Hát, megesik, de legjobb családokban is megesik ez szerintem. Jó. Valamit felvezettél, én úgy érzékelem. Hát előfordulhat. És jött egy üzenet neked, Szilvia írja, jó reggelt, Réka, valljuk be, mi is meg tudunk veszni, ha piszkálnak. Neked pedig jó pihenést, így iskola kezdés előtt. Szép napot nektek. Igen. Jó. Köszi, Szilvia. Most mondtam volna azt, hogy egy harapni is tudunk, de átgondoltam, hogy ez nem biztos, hogy így jó. Mi vagy, vérnyúl? Még az is előfordulhat, hogy kibújjuk belőlem. Na, hát akkor a következő órában pedig tartsatok velünk, és igen, fölvezettem az első megszólalásunkban, kicsit beszélgetünk a social médiáról, úgyhogy maradjatok velünk 7 óra után is, most pedig átadjuk a terepet, jön Andi a hírekkel. Forrás Café Rékával és Imrével. Szép pannonfehér bak. Imi, lehet az lesz a neve, Imi. Akik a ma reggelt is neked főzték. Imi. Ölvedi Réka és Borsodi Imre. Egy hónap múlva lesz nekik is nyuszia. Imi. 2 perccel 7 óra után csodálatosan jó reggelt kívánunk. Bízom benne, hogy nem a Facebookot, meg nem az Instát, meg nem a TikTokot pörgetitek. Bármi, most erről fogunk veletek beszélgetni egy kicsit. Ugyanis hát mindannyiunknak beletartozik ez már a mindennapjaiba. Úgy tűnik, tehát hogy ez már ilyen kikerülhetetlen dolog, nem, Réka? Igen. Meg az is, hogy egyszerre több mindent csinálunk. Tehát, hogy picit hallgatjuk a rádiót, meg közben pörgetjük a Facebookot, vagy az Instát, vagy bármelyik ilyen social media felületet. Úgyhogy akár nincs kizárva ám, hogy bennünket is így hallgatnak. Mi. Igen, ez egyáltalán nincsen kizárva, viszont ez egy állandó trend, nem úgy, mint a social media oldalakon. Ott ugye különböző trendekkel találkozhatunk, és most többségében már ugye ezek a mindenféle trendek a TikTokra éleződnek ki. Ami érdekes számomra, hogy olyan trendek mennek mostanában, mint például a kreatív sminkes videók. Te ilyeneket szoktál nézni, Réka? Szerinted ilyeneket szoktam nézni? Én nem tudom, hát azt melyik írják. Melyik nap láttál kreatív sminkben, Imi? Most várjál egy pillanatot, itt nem tudom, hogy mi a jó válasz, mert hogyha azt mondom, hogy egyik nap se, akkor az sértő. Nem. Hát ez van.
Igen, sok ilyen videót nézek, de még nem mertem kipróbálni. Nem merted kipróbálni? Nem. Pedig lehet, hogy jó lenne. Biztos. Egy ilyen kreatív sminkes videó. Melyik az a kreatív nem smink? Tudom. Hát a kreatív sminkek például, hogyha nézzük, akkor vannak ilyen mindenféle filmszereplők, tudod, ilyen szuperhősös filmek, ahol a csajok naturalca ott ülnek, és akkor fölfestik magukra. Szoktál? Akkor ilyet szoktam. Nemrég csináltam egy kalózpartit a gyerekeknek, és ott én is ki voltam sminkelve. És mi volt a kalózpartin a kreatív smink? Hát annyi volt a kreativitás benne, hogy nem volt egy ilyen szemellenzőm, hanem én azt festettem. Az valóban kreatív. Nagyon kreatív volt. Viszont a gyerekeket kifestettem. Én, aki nem szoktam ilyen dolgokat csinálni, de azt gondolom, hogy nincs ilyen rajzolásban kézügyességem, és ott álltak egy páron sorba, hogy ők is szeretnének, úgyhogy felcsaptam ilyen kis arcfestőnek hirtelen. Értelek. Na hát az tök jó. Viszont ha néznék ilyen videókat, akkor lehet, hogy sokkal tehetségesebb lennék. Ez meg a másik kérdés, is. Hogy mennyire pörgetette a TikTokot. Én látom, hogy vannak neked azért olyan TikTok videóid, amik megvannak. Engem pörgessenek a TikTokon, ne is pörgessen a videókat. Egy pillanatra megijedtem, engem pörgessetessék, mit akartam mondani? Hát a TikTokon, úgy értem. Volt idő, amikor így rácuppantam nagyon, és akkor, hát amikor elkezdtem én is a videógyártást a TikTokra, akkor én is nagyon behúzódtam ebbe a területbe, meg hát tényleg pörgettem, de aztán így valahogy ez így túlcsordult, és akkor így besokaltam belőle, és akkor visszavettem egy kicsit, és most meg eltelnek, képzeld el, napok, hetek úgy, hogy nem kapcsolódom rá a TikTokra. Hozzá se nyúlsz a TikTokhoz, aztán minden. Kapom az értesítőket, és így okay. Na hát ez azért érdekes, mert én nekem pont az utóbbi időben volt egy ilyen hosszabb időszakom, amikor azt lettem magamon észre, hogy viszonylag sokat pörgetem a TikTokot. Ezt én is észrevettem, mert üldözgeted ezeket a jó kis videókat. Igen, mert néha vannak... Tudom, hogy Imi uratkozik éppen. Jó, ez viszonylag ritkán van, és általában az esti órákban kéne találni valami másik programot estére. Lehet, tudnék ajánlani egymást. Szóval, hogy lényeg, hogy van egy csomó TikTok trend, amikre azt írják, hogy ezeket nagyon követik, meg nagyon pörgetik. Meg le is vágnak újakat, meg ilyenek. Meg le is vágnak újakat ezek miatt. Igen, tehát, hogy néha azért túlzásokba esünk, és magammal kapcsolatban pedig azt veszem észre, hogy nekem sokkal jobban bejönnek azok a TikTok videók, vagy azok a tartalmak, amikben úgy van humor, hogy nem feltétlenül gondolja azt a gyártója, hogy humor van benne, vagy pedig annyira őszinte, hogy az visz magával tovább. Pedig most azt írják, hogy a valóság megmásítása, meg a közösségeknek az átalakítása, ez az, ami nagyon fut a TikTok trendekben. Én pedig pont ennek az ellenkezőjét szeretem. Azokat szeretem, amikor a valóság jön veled mondjuk szembe. Az egyik kedvencem, az egyik kedvenc TikTokerem, az egy kisrác. Nem tudom, hogy hány éves, viszont az elmúlt nyáron több videót feltöltött, és abszolút a gyerekkorom jön vissza abból, amiket ő feltöltöget. Én szerintem a nagymamájánál van, és a nagymamájának a baromfi udvarát mutogatja, meg a különböző állatokat, de olyan őszinte szeretettel. Őszinten egyszerűen. Egyszerűen, igen. Zseniális. Tehát komolyan mondom, hogy az a korszak, meg az a gyerekkor jön elő, mint az én korosztályomnak volt a gyerekkora. És most abszolút belopta magát a szívembe. Tényleg? Árpi. Mivel? Árpi egy iszonyat nagy figura. Mivel tudta ezt elkövetni? Árpi vett magának egy baknyulat. Árpi vett magának egy baknyulat. Most kiugrasztottad a nyulat a bokorból. Kiugrasztottuk a bokorból. Nem vérnyúl, hanem egy pannonfehér bak. Ez egy fontos nyúl. Információ. Fontos információ. Pannonfehér bak. Árpi ismeri a nyúlfajtákat is. Nem csak a galambfajtákat és a tyúkok közti különbséget, meg a csirkék közti különbséget, nem. A nyulak márkáját, fajtáját is ismeri. Márkázza a nyulakat. És hol található a márkajelzés a nyulakon? A füle mögött, gondolom. Ott vajszogat lett. Na de várjál. Most jön a csavar. Hogy hívják? Pannonfehér baknyulát Árpinak? Képzelni se tudom.
Imi! Ismer téged ez az Árpi? Nem tudom, hogy ismer-e Árpi, de Árpi, hogyha ne adj Isten, hallgatsz minket, és itt élsz valahol a környéken, én nagyon bízom benne, akkor én nagyon hálás vagyok ezért a nagyjából uszkve másfél óráért, amit visítva nevettem a padlón, amikor megnéztem már úgy 15-ödjére ezt a videót, és szétküldtem minden egyes ismerősömnek. De jó, hogy az ismerősöd lehetek, én ennek nagyon örülök. Hát, többen örülnek, de kérdez, valószínűleg kicsit vissza is esett az ismerősi létszámom a Facebookon, na de hát ez ilyen. Nem majd, de te másfél órát visítva röhögtél, és ez jó. Ez jó, igen, és nem Árpin röhögtem, hanem Árpival, meg azon, hogy Árpinak egy Imi nevű baknyula van. Szenzációs. Szóval, hogy ennek tudatában azt akartam csak mondani, hogy azért tartalmaznak néha olyan dolgokat ezek a social media felületek is, amik jók, meg amiken úgy tudod magad érezni, mint hogyha te is ott lennél, meg régi emlékeket idéznek, meg bennük van a helyzet komikum. Meg úgy elszabadulhatsz, lazulhatsz, igen, de azt tudod, hogy beszédes azért, hogy milyen videókat dob fel a TikTok. Ez csak egy ágazat a hát videóknak, azért mondtam, amit említettem. Azért veszélyes. Hát azt nem feltétlenül hozzám. Érdekes statisztikákat lehet meg, személyiségrajzokat, meg egyemeket. Én sem értettem, hogy miért pont ezt a tematikát hozta fel, de ahogy látom, Árpinak több tízezres like száma van, meg mindenféle, úgyhogy azért nem kombinálja túl a videókat. Őszinte minden arról szól, mint ami. Úgyhogy Árpi, orrára nagy pacsi. Jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Ennek tudatában most megyünk zenélünk nektek, és aztán utána jövünk vissza hozzátok. És azért nem árt ránézni. Egy picit, egy fél szemmel a Facebook oldalunk. Lehet, hogy van ott valami. A jövő felé fordulunk. Az előre haladó Merkur tiszta helyzetet teremt sok fontos ügyben. Lássuk tehát, hogy mit hoz a mi napi horoszkópunk. De jó lesz, drága kosok. Ma sok feszültséget jeleznek a bolygók, az meg már csak hab a tortán, hogy délelőtt a hold is belép a rák jegyébe, ami önsajnálatra hajlamos egyéneket jelez. Ugyanakkor jó hírünk is van, a retrográd Merkur előre indul, és tiszta vizet önt egy kényes helyzettel kapcsolatban a pohárba. Kedves Bika, ma nagyon őszintén és határozottan kellene megfogalmaznod az álláspontodat, már csak azért is, mert ha csak célozgatsz, a másik félreért és megsértődik. A Merkur ma előreindul és támogatja az egyenes beszédet. Kedves ikrek, az uralkodó bolygód, a Merkur végre befejezi hátrálását és előreindul. Most végre te is elengeded a múltat, és arccal előre fordulsz a jövő felé. Rövidesen nagyszerű lehetőségek nyílnak meg előtted. Már nagyon várom ezeket a lehetőségeket. Kedves rákok, lehetnek ma kisebb bosszúságok, de a nap mérlege mégis pozitív, hiszen a Merkur végre előre indul, ezt nem győzzük hangsúlyozni. Végre kézzelfogható eredményt tudsz felmutatni egy olyan ügyben, feladatban, amivel egy ideje szinte egyáltalán nem haladtál. Úgy tűnik, hamarosan bejönnek a gyümölcsök, és szüretelhetsz, hiszen itt az ősz. Jaj, de jó, jó mustot, hogy meginnék. Na, majd erre is kerítünk alkalmat. Drága oroszlán, a te jegyedben jár a Merkur, ami hosszú hetek hátrálása után végre előre indul. Egyenesbe jönnek az ügyeid, és te magad is sokkal jobb paszba kerülsz. Lehet, hogy nem egyetlen nap alatt, és nem varázsütésre, de már ma is érzékelheted ennek jeleit. Kedves szűz, az uralkodó bolygód, a Merkur, ma végre előre indul. Mindeközben a nap a te jegyedben jár, nem is csoda, hogy most valósággal ragyogsz. Nagyszerűen kommunikálsz, érvényesíteni tudod az akaratodat, úgy érzed, ma minden és mindenki a te kezedre játszik. Drága mérleg, a rákholdnak köszönhetően ma érzelmes hangulatba kerülsz. A legszívesebben egész nap szerelmes üzeneteket írogatnál a párodnak, vagy beszélgetnél vele. Nem lesz könnyű, de próbálj a feladatokra koncentrálni inkább. A Merkur végre előre indul, és nagy segítség lesz ebben. Miben? A szerelmes üzenet megfogalmazásában, vagy a feladatra koncentrálásban? Vagy a célba juttatásában. Á, értelek. Mert az is fontos, hogy el is jusson. Viszi a Merkur az üzenetet. Világos. Kedves Skorpió, ma ismét formában érzed magad. Mostanában nem láttad igazán színesben magad körül a világot, de végre visszatér a jókedved és az optimizmusod. A Merkur elindul előre, és nagyon jó energiákat hoz az életedbe. Kedves nyilas, szerencsére egyre optimistább vagy.
ami igazán nagyszerű, mert ez a te igazi habitusod. Most úgy látod, egyre jobban alakulnak a dolgaid, és egyre közelebb is a megoldás. Tényleg van okod a bizakodásra, a pozitív változás lassan elindul, és te sem maradsz ki belőle. Kedves Bak, ma különleges esélyeket jeleznek a bolygók, persze csak akkor, ha aktuális nálad a szerelem, mert még keresed a párod. Na de ha már megtalálta a párod, akkor is aktuális lehet a szerelem, nem? Az mindig aktuális. Na, hát szerintem is. Persze. Járj ma nyitott szemmel és szívvel, mert könnyen lehet életed szerelmébe. Ma fogsz belebotlani. Ez igen. Ajaj. Mik vannak, drága vízöntő, most pedig te következel. Figyelj, ha még szabadságon vagy, nagyszerűen alakulhat a mai nap, ha pedig dolgozol valójában, a munkahelyeden is nyugalom és jó fejlemények várnak. Nem mellesleg, ma nagyon sokat haladsz a nem szeretem feladatokkal is. Kedves halak, fontos információ jut ma a füledbe. Talán elsőre nem is igazán érted, és a jelentőségét sem érzékeled. Minden esetre ne engedd el a füled mellett, hiszen már belejutott, úgyhogy nem tudja elengedni. A Merkur ma előre indul, mint ahogy ezt már hangsúlyoztuk egy párszor, és bizony fordulatokat jelez. Tehát akkor most a Merkur előre megy, nem hátra. Így van, és még fordulatokat is jelez. Nagyon jó. Akik a reggeli kafét pörkölik, Ölvedi Réka és Borsodi Imre. Újabb extra hosszú menet a pályán. Megérkezett hozzánk Hittaler Andi, úgyhogy Hittaler Andi a házban, sziasztok. Na meg Ölvedi Réka. Mi ez a... És Borsodi Imi akkor már. Ja, én is itt vagyok, igen, jut eszembe magamról. Egy valamit szeretek magammal, az a szerénység. De azt nézem, hogy Andin ilyen... Én divattervezők által megálmodott szerelés van, azért ez nem semmi. Ki vagy ricsentve, hallod-e? Hát én amúgy pont nem így. De igen, de ezt érdemes lenne lefotózni, hogy ezt ki gondolja ennek rajta kívül amúgy, mert hogy én nem így készültem, hogy ez ilyen... De tehát nem inkább ilyen sportosnak mondanám. Igen. Ja, ez a mosogatószer? Tudod, amikor ez a nincs kedved felöltözni. Mosogatószer? Mit mondtál? Azt. Takarítószer. Takarítószer. Tehát akkor abszolút olyan, mint a divattervezők által tervezett költemények, mert azok gyakorlatilag. Szóval akkor ez nem bók volt. Alapvetően nem igen. Nem csak az öltözködésemet. Alapvetően bóknak indult, csak próbálom így berendezni a mondani falomba, úgyhogy használható legyen. Szóval most már mindegy, engedem. Oké, szevasztok. Na, hát igazából tegnap egy picit tiktokoztam. És te is? Ti együtt tiktokoztok? De nem tudom, hogy amikor tiktokoztatok. Nem, de szoktam néha, igen, vannak ilyen bűnös dolgaim. Mint az Imivel tiktokozás. Lehet, hogy az is az van, ki tudja, amiket szoktál nézni. Na mindegy, szóval, hogy feldobott egy ilyen, mi volt a legdurvább sztorid az osztálytalálkozón című történetet, és akkor itt voltak ilyen kis sztorik. Az egyik az például az volt, hogy a volt hittan tanárom beszívott banketten, lefeküdt az egyik volt diákja anyjával, aki teherbe esett. A feleség ezért elhagyta, az egyház elküldte, és azóta kaja futár. Azt mondjuk tényleg meredek. Igen. Hát a szerelem vak, ugye? Hát igen. Meg vannak ezek a tipikus sztorik, tudjátok, hogy kiderült, hogy a tanár együtt volt amúgy a diák lányal, és akkor... Mi sose hallottunk ilyen. Nem. Sose mentél bele ilyenbe, mi? Hát a mi középiskolánkban ez viszonylag sűrűn előfordult. Jó, nálunk is volt ilyen sztori egyébként. És szintén osztálytalálkozón faggattuk, hogy ez valóban megtörtént-e? És kiderült, hogy igen. Na mindegy, szóval itt azért egy kicsit durva volt a helyzet, mert 14 éves volt a leányzó, és a tanár 40-es. Az mondjuk meredek. Az tényleg meredek. Igen, az egy kicsit sok szerintem. És akkor így pár év után már így bevallották mind a ketten? Hát állító itt e szerint ez egy nyílt titok volt, csak hogy ugye akkor senki nem szólt érte, meg akkor még próbálták ezt titokban tartani, és akkor hát utána már ugye, mikor vége lett az iskolának, akkor... De a kapcsolatnak is vége lett, gondolom. Azt nem tudom. Itt azt írták, hogy... Meg kézenfogva jelentek meg? Hát figyelj, nem. A 90 éves, nem tudom, 40. Nem, hát gondolom a középsuli után, hát ez még egy 3 év, 4. És most egy hosszas matek éves. Példát próbálunk fejben összerakni. Sose voltam jó matekból, úgyhogy ezt inkább engedjük el. Igen, drága matek tanáraink, legyetek kedvesek most ezt gyorsan kiszámolni, SMS-be átdobni, meg Viberen.
Igen. Na, mindegy, szóval megcsillogtattam ma ismét a matek tudásomat. Van egy olyan is, hogy... Nagyon kínos egyes. Egymás mellett ültek, ugye, és hát próbáltak beszélgetni. És rákérdezett ugye az egyik delikvens, hogy hát mi történt vele az elmúlt 10 évben, és hát mondta, hogy hát lecsukták. Mm. És akkor kérdezte, hogy hát és miért? És próbálsz vele csevegni. Különös kegyetlenségből elkövetett emberölésért. Oh. Az ott akkor nagyon megölhette a beszélgetést. Igen, így írta, hogy tök kellemetlenül éreztem magam, hogy sajnáljam, érdeklődjek, ne legyek róla tudomás. Vagy izguljak, ne izguljak, hova ültem. Most belém vágja ezt a kést, vagy nem. Nálunk olyan volt, hogy volt egy felsőbb osztályba járó lány. Hát és ugye, ez középsuli. És mindannyian epekedtünk iránta, mert olyan jól nézett ki, meg szóval, hogy tök jó lett volna egy kicsit közelebb kerülni hozzá, 15 méteres távolságnál közelebb. Na és aztán utána kiderült róla, hogy filmművészeti karrierbe kezdett bele, úgyhogy elég gyorsan ki lehetett pipálni az álmokat. És fizettetek is érte, vagy nem kérték? Nem, ez fölkerült róla néhány videó az interneten. Ja, és az elég volt, hogy... Így került közel hozzá, Imi. Én csak hallottam. Igen, világos. Igen. Itt is volt egy ilyen sztori, hogy kiderült a fiúról ráadásul, hogy ő is a filmiparban dolgozik. Fiatal volt, és kellett a pénz. Igen. Nem tudom, nekünk ennél viccesebb sztorink nem volt, hogy most kiderült, hogy végül is tényleg a tanárdiák az úgy összejött az egyik ilyen osztálykiránduláson, de hogy azon kívül nekünk semmi. Nem tudom, nektek volt valami ilyen? Volt. Ezen a filmesen kívül. Ezen kívül. Az még egyik... durvábbak? Ez nem durva. Hova jártál, csak... várjál. Ugyanoda jártunk középiskolában, ez rossz fejt vett rá. Nyugi, a ti tablótokat már kiszívta a nap, amikor a miénk még csak fölkerült a falra. Ma mindig kivek beszól. Ma ilyen napom van. Az egyik osztálytársam volt a Kylo Rennek a dublőre a Csillagok háborújában. Az például elég izgalmas karrier, nem? Igen. Ja. Igen. Az itt a vicces sztorit. Én is arra készültem. Sajnos nem vicces. A viccet. Igazából csak büszkélkedek, hogy figyelj, ilyen ismerőseim is vannak. Próbáltam behívni, csak hát annyira elfoglalt, ő kaszkadőrként dolgozik, hogy nem tudott eljönni hozzánk még műsorba, de hát szoktam mondani, hogy ami késik, az lappang. Mondjuk igen, ez egy érdekes szakma egyébként, ez a kaszkadőrség. Igen. Nekem az ovis társam kaszkadőr, jó? Nekem nincs kaszkadőr. Az én apukám berakott 2 Porsche motort a zsiguliba, jó? Én az életben szoktam kaszkadőrkedni. De... Hát, az élet az eleve egy nagy kaszkadőr mutatvány, azért ezt halljuk be őszintén. Na hát, drága hallgatók, nektek, hogyha van esetleg ilyen történetetek, ami nagyon izgalmas és érdekes volt, és az osztálytalálkozón derült ki, Péter, figyelj te is, akkor azt írjátok meg nekünk SMS és Viber számunkra, ami a 0620 978 978 5-ös. Most pedig zenélünk. Forrás Café, hogy jól induljon a nap, akik a vidám ébredést garantálják, Ölvedi Réka és Borsodi Imre. Jó reggelt, 8 óra 4 perc van, és említettük már Imivel, hogy igen, sportos lesz ez a nap, sőt, egy picit előrébb tekint sportos lesz a hét, Imi, mert holnap igen. Is sportos vendégeid lesznek, és most is sportos vendégünk van, vendégeink vannak, Bognár László Levente edző és Varga Imola VB bronzérmes versenyző. Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok, köszönjük szépen a meghívást! Na és egy picit nehéz behatárolni azt a bizonyos sportágat, amit képviseltek, mert ugye ez egy ilyen kevert harcművészet, nevezzük ketrec harcnak, ahol te most hát szépen levitted azt az embert oda, az ellenfeledet, ugye lányjal küzdött most ebben az esetben, mindenképpen, és hát ott maradt a történet, szépen jelzett az ellenfeled, hogy ő neki ennyi elég volt, köszönöm szépen. Ilyen eredményre számítottál, hogy ez így fog majd lezajlani, vagy egy kicsit ilyen küzdelmesebbre? Hát bíztam benne, hogy így fog sikerülni, és hogy meg tudom azt mutatni, hogy a sok edzés és a sok munka, amit beletettem, az megtérül, és könnyen veszem az akadályt, de egyébként elvárások nélkül
utaztunk ki, hogy bármi lesz az eredmény, már az nagy szó, hogy idáig eljutottam, és hogy ki tudtam jutni erre a versenyre. Mert hogy hova is jutottál ki? Hova utaztatok? Abu Dhabiban voltunk, egy IMMAF amatőr ifjúsági világbajnokságon, aki nem tudja, ez MMA szabályrendszerben volt megrendezve, magyarul ketrec harcként ismerik. Nem volt fejreütésünk, ugye 18 év alatt. Azt a mindenit. Akkor ez egy elég komoly csak teljesen zavarban vagyok, hogy egy ilyen törékeny lány itt velünk szembe, és arról beszél, hogy MMA-ban kevert harcmodorban egyébként korosztályos bronzérmet hozott ide haza nekünk, ami szerintem egy szenzációs eredmény, és ha jól tudom, akkor a UFC volt ennek az egész eseménynek a főszervezője, tehát a professzionális hátteret biztosították. Picit akkor egyenes mederbe terelném a dolgokat. Igen, ez a UFC-hez kapcsolódik, ez a szervezet. Ugye a UFC az a legnagyobb ismert ketrecharc szervezet jelen pillanatban a világon, és ez annak egy amatőr előszervezete, mondhatnánk úgy is, hogy utánpótlás nevelő szervezete, ez az IMMF, és az ő rendezésükben került meg ez a világbajnokság, és ide jutottunk ki, ugye az eredmények és az előzetes sorsolások alapján öt magyarral, ifjúval mentünk ki, négy fiúval és Imolával. A fiúk is nagyon szépen szerepeltek, mindent beleadtak, de Imó hozta el azt az érmet, amiért mentünk tulajdonképpen, és ahogy ő is mondta, mindannyiukkal úgy indultunk neki, hogy elvárás nincs, tényleg már önmagában az, hogy kijutottunk, az egy hatalmas eredmény. De azért sokkal jobb volt így, hogy a dobogon is láttunk magyart, úgyhogy ennyi. Én téged, Levi, hát egy bő 10-15 évvel ezelőttről ismerlek, akkor még kempó volt a területed, legalábbis én úgy tudtam. Most viszont ugye nem csak a kempót képviseled, hanem most már ezt a keveredett harcművészetet. Ez egy trend, most már nem elég egy ág, hanem most már így keverednek, mindig újítanak? Igazából én most is kempós vagyok, tehát hogy én abszolút az Emüken kempónak a helytartója vagyok, és igazából a kevert harcművészetekben, ugye itt előtte beszélgettünk pár szót róla, az nagyon fontos, hogy egy ágazattal nem nagyon tudsz érvényesülni, de csak a birkózás, csak a jitsu, csak a bunyó, csak a thai box, karate, akármi, teljesen mindegy, minek nevezzük őket, vagy mi gyakorolt előtte, az nem lesz elég, és muszáj mellé nagyon sok keresztedzést végezni, nagyon sokat tanulni. És ehhez a kempó egy tök jó alapot ad, önmagában a kempó sem elég, tehát ki kell, hogy emeljem, hogy csak a kempó sem elég, de nagyon jó alapot ad, hiszen ezekkel mi külön-külön, de azért mi foglalkozunk, és ezekre kell természetesen ráedzeni, nem keveset. Tehát egy pici szösszenet a felkészülésből, ugye egy hobbi sportoló az heti 2-3-at edz, Imóval most az utolsó 5 hónapban ilyen könnyed 12-ket edzettünk, plusz diéta is. És ilyesmi volt a felkészülés, tehát hogy azért itt nagyon sok mindennek meg kell felelni hozzá, de visszatérve az eredeti kérdéshez, én még továbbra is kempó, csak a kempó régen is híres volt arról, hogy mindig meg tudott újulni, és le tudta követni a társadalmi igényeket. Egyre nagyobb igény van arra, hogy ilyesmi jellegben az emberek kipróbálják magukat, keresik a kihívást, ugye ebben a viszonylag keretek közé szabott világban, ugye keresik az adrenalin fröccsöket, van, aki ugye egy törnyő nélkül ugrál ki repülőből, bízva az isteni szerencsében. Ott fröccs van a végén. Ott fröccs van a végén, igen. Egy kicsit ezt azért szabályzottabb keretek között, de biztosítjuk az embereknek, hogy akár erre is van lehetőségük. Igen, Imi. De csak azt akartam kérdezni, hogy akkor gyakorlatilag ezek az archaikus küzdősportok, hogyha fogalmazhatunk így, mint például kung fu, karate, box, thai box, ezeknek ötvözetére van már szükség ahhoz, hogy a nézőközönséget egyrészt kielégítse az ő elvárásaikat, másrészt pedig talán ez a kevert harcmodor egy új dimenziót tud megnyitni a küzdősportok terén. Bocsánat, a kempót azt kihagytam most ebből. Hogy egy klasszikus tigézek, a kérdés jó.
Nehéz erre válaszolni, mert különbséget kell tenni, hogy a küzdősport és harcművészet között. Amiket felsoroltál, ez harcművészet, ezek általában ugye életmódot is jelentenek önmagukban, mind a mellett, hogy az adott kor elvárásaihoz tökéletesen illettek, és az adott kor régióihoz. De ne felejtsük el, hogy itt az elmúlt pár évben itt azért lezajlott egy-két ilyen könnyedebb forradalom, gyufa, utazás, repülőgép, stb. Elkezdett ugye keveredni a világ, és mondjuk egy ősi kínai kungfus 60 kilós embereken gyakorolt mindenféle fegyver elleni dolog, az nem biztos, hogy működik egy ilyen kaukazoid, európai testalkatú emberkével szemben, vagy mint például veszik ugye az aikidót, nagyon sokan mondják, hogy utcára semmit nem érhet. Persze ember, hát kard ellen találták ki, tehát hogy viszonylag kevés ember mászkál katonában már Japánban is az utcán, nem hogy én. Szóval ezeket a helyén kell tudni kezelni. Az igény mindig megvan, az emberek mindig újat keresnek, és minél inkább populárissá válik ez a keveredés, ugye az országok, emberek, generációk között, ez egyre inkább igény. Aztán utána az idő meg megmutatja, hogy mi az, aminek van ugye helye és jogalapja a világban, és mi az, aminek nincs. Hát a harcművészetek és a küzdősportok mindig is jó helyen pozícionálódtak, főleg amikor lement egy Steven Seagal film a tévébe, akkor megjelent 10 jelentkező az edzésen. Ez mai napig is hasonlóan van. De viccet félretéve tényleg ennek mindig helye volt, az emberek ezután mindig érdeklődtek. Igaz, hogy egy szűk szegmense, mert 10-ből mondjuk egy ember kezdi el ezt úgy csinálni, hogy kitartóan és hosszan. De erre mindig volt igény, mindig érdekelte az embereket, és elnézést, hogy nem tudom pontosan, hogy kit idézek, talán Néró mondta ezt annak idején, hogy mi kell a népnek, cirkusz és kenyér. Ugye ez most idézőjelbe téve, ez a cirkusz része, ugye pont úgy, mint a profi box volt, vagy a birkózás, vagy ezek. Most ezek a trendek uralkodnak, ezeket szeretik az emberek. Viszonylag vérmentessé van téve, ugye már nincsenek benne olyan durva dolgok, mint az elején voltak, és ez így egy populáris, eladható valami, a média ráharap, rengeteg pénz ömlik bele, úgyhogy innentől kezdve ez biztos, hogy még jó pár évtizedig működőképes lesz. Imola, téged is egy ilyen akciófilm vitt le az edzőterembe? Nem, apu! Elég kicsi gyerek voltam, hát most vagyok túl nagy, és emiatt alsós koromban sokat bántottak, hogy akkor babázzunk veled, meg ezt csináljunk, meg azt csináljuk, és hát én ezt nem szerettem, és nem sportoltam semmit, és a szüleim mondták, hogy hát akkor kellene valamit sportolni. Volt a városban, ahol lakok, akrobatikus rock'n'roll és kempó. És hát mutatták a szüleim, hogy hát nézd, hogy táncolnak, szép ruhákba, csillog, izé. Hát mondom, nekem ez annyira nem tetszik, és lementem kempó edzésre, megtetszett, ott maradtam, és igazából elkezdtem versenyezni, elkezdtem vizsgázni, jöttek az eredmények, és ott ragadtam. És azóta nem babáznak veled? Azóta nem. Mennyire nehéz a felkészülés, mennyire volt nehéz az elmúlt időszak, hiszen azért a heti 12 edzés mellett, meg diéta mellett azért ennyi idősen csak kell az embernek másra is időt szakítani. Iskola mellett az iskolának az utolsó 2 hónapja nagyon nehéz volt. Reggelente 4:30-kor keltem, mert ugye iskola előtt még futni kell. Iskola után volt egy edzésem, akkor volt fél óra pihenőm, és mentem a másik edzésre. Hazaértem este 10-re, és még nem tanultam semmire. Viszont ahogy bejött a nyár, akkor elkezdett könnyebb lenni, nem kellett annyira korán kelni. Az edzés szám az megmaradt, de közötte tudtam pihenni. A felkészülésnek a vége az nagyon stresszes volt rajtam, volt a nyomás, hogy akkor most már mindjárt ott vagyunk, már nagyon a vége van, el is fáradtam, a diéta se volt könnyű, mert elég válogatós vagyok egyébként, és ezen változtatni kellett, meg hát egyhangú volt, és azért amikor megkíván valamit az ember, de csak csirke van meg saláta, akkor azt úgy kell megenni, igen. Vagy Viszont szerintem megérte beletenni ezt a munkát, mert máshogyan nem lehet.
Azért nem semmi, mert ugye kihangsúlyoztátok, hogy elvárások nélkül mentetek. Na de egy nagyon masszív felkészüléssel, tehát hogy azért magatokkal szemben biztos, hogy volt egy elvárás az, hogy én ezt most végigcsinálom, és a lehető legjobban csinálom végig. Tehát, hogyha nincs semmiféle húzóerő, akkor nem fogod ezt végigcsinálni, és nem állsz ellent a kísértésnek, hogyha eléd raknak valamit. Nyilván, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, szerettem volna minél többet kihozni belőle, amit csak lehetett. Szerintem ez sikerült így első alkalomra, és hát az a cél, hogy legközelebb jobban sikerüljön. Na jó, de nem ez az egyetlen egy érem, ugye, a tarsolyodban. Hát hiszen két éve pedig egy aranyéremmel tértél vissza a karate VB-ről, úgyhogy azért szépen gyűlnek. Van helye az otthonodban? Van. De gyűjtöm őket. Jól van, mi a következő etap, amire készültök? Vagy most pihi van? Hazai versenyekre. Ezzel fejét levedve. Lesz még idén 2 hazai verseny, egy pontszerző. Itt a pontszerző versenyeken az éves kvalifikációért küzdünk. Lesz egy hazai világbajnokság, és októberben pedig Írországba készülök, ugyanígy MMA szabályrendszerben. Szép innen pedig szeretettel üdvözöljük az összes potenciális ellenfelet, üzenjük, hogy Imola érkezik, úgyhogy nem is kell elindulni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és akkor további sikereket és egy nagyon ütős felkészülést. Köszönjük. Szépen köszönjük a lehetőséget. Bognár László Levente edző és Varga Imola VB bronzérmes versenyzővel beszélgettünk. Most pedig egy kicsit zenélünk, aztán hamarosan visszatérünk Imivel. Így van, maradjatok velünk. Forrás Café. Cibet macska nélkül is a legkülönlegesebb reggeli műsor. Meg is érkeztünk hozzátok, 5 perc múlva lesz 8:30, és gyorsan kinéztem az élő térképünkre, csak mert, hogy ilyenkor már azért nagyon sokan vagytok az úton. Itt Tatabányán az egyes számú főút, ahol betorkolik a Győri útba, ott azon a szakaszon jelölnek nekünk rendőröket, úgyhogy vigyázzatok, én bízom benne, hogy nincsen ott komolyabb probléma, hanem csak a mindennapi rutin feladatukat végzik a rendőr hölgyek, urak. M1-es autópályán nagy forgalom, de hát mire másra is számíthatnánk így egy héttel az iskola kezdés előtt. Kicsit gonosz volt ez a kis beszúrás, na de... Igen, hát aki tudja, azért kihasználja a lehetőségeket, ugyebár, hogy egy picit még nyaraljon, vagy rápihenjen erre az év kezdésre, mármint tanév kezdésre. Úgyhogy én ezt kívánom mindenkinek, hogy ragadja meg a lehetőséget. Ugye augusztus 28-a van. Milyen szép ez a mai dátum, 24.08.28. Igen, nekem valóban, tetszik. Már hogyha beszélhetünk. Ritmusos? Lehetne erről egy jó kis TikTok videót összehozni, hiszen bármiről összehozhatunk egy TikTok videót. Bármiről, így és van. És bárki megnézheti azt, sőt, szeretik az olyanokat, szerintem, amik úgy nem mondanak semmit, nem? Tehát, hogy így pont arra használja az ember a zömében a social médiát, meg főleg a videókat, hogy úgy kiengedje a gőzt, hogy egy picit úgy bambuljon. Régen erre csak a tévé szolgált, és akkor nyomogattuk a távirányítót, most meg nem nyomogatás van, hanem ilyen pöckölés. Hát igen, ezzel engedi ki az ember a gőzt, ami egyébként nem feltétlenül jó, mert nagyon-nagyon sok időt elvesz az ember ilyenkor a családjától, a gyerekeitől. És észrevétlenül veszi el. Igen. Mármint számára észrevétlen, a családja számára nem észrevétlen. És főleg ugye a gyerekek számára lenne azért arra nagyon nagy szükség, hogy rájuk koncentráljon anyu, apu, és ne a telefont pörgesse állandóan, és nagyon sok családban viszont ez így nem működik. Tehát, hogy hazaér anyu, apu, nyomják a telefont, és azt pörgetik. Vagy ami még rosszabb, odaadják a gyerek kezébe, és akkor a gyerek pörgeti. És akkor mindenki azt pörgeti. És akkor nincsen családi kommunikáció, a gyerek elszokik attól, hogy hogyan kéne kommunikálni, beszélni, hogyan kéne viselkedni, és akkor utána jön a sulis meg a zovis probléma. Gondolom én, mondom, nem vagyok szülő, én csak így távolról beleberekegek olyan dolgokba, amikhez nem is feltétlenül értek. Viszont Péter is írt nekünk üzenetet, hogy érdemes lenne indítani egy olyan kihívást, amikor egy héten keresztül a telefonunkban a digitális jólét segítségével felírjuk minden nap, hogy mennyi időt töltöttünk Facebook, Instagram vagy hasonló oldalak nézegetésével.
Idáig bárkinek mutattam meg, hogy ezt a telefonja megmondja, mennyi időt használta ezeket a programokat, elképedtek, mert sokkal kevesebbre tippeltek. Hát igen, kevesebbre tippelnek, ugyanez volt annak idején, amikor az ember csak tévézett, hogy sokkal kevesebbre tippel az ember, hogy mennyit tévézik, aztán más-más statisztika fog belőle kijönni. Igen, most csak már... a tévénél nehezebb volt ezt a statisztikát így lekövetni, itt a szokos telefon meg annyira okos, hogy ja, mindenről értesít bennünket, én is kapom hetente ezt a nyilván tartást, és akkor én is így annyira örülök, amikor azt írja, hogy most ezen a héten mondjuk 54 perccel kevesebbet használtam a mobiltelefonot. És az az 54 perc volt az, amikor kint felejtetted a kertben, és kerested, hogy például, hol vagy csapzott egy tiszta pólóban, idegben, hogy úristen, a telefonom. Ez meg a másik, hogy mennyire durva függőséget okoz. Tehát, hogyha egy pillanatig nincs a kezedben, vagy nincsen 3 méter távolságban, hogyha kinyújtod a kezed, vagy lépsz 2-t, akkor elérd, akkor onnantól kezdve már teljesen ráfeszülsz. Igen, de sok esetben meg ez jó is lehet, mert ugye egy telefonnal már kb. Mindent elintézhetsz, tehát igen, hogy jó, hogyha ott van a kezedben, és mondjuk a táskádat nem kell magaddal cipelni, csak a telefont, mert azzal már fizethetsz is, meg bármit el tudsz tényleg intézni. Szóval hogy mind a kettő oldala megvan természetesen ennek hogyne, a dolognak hogyne, is. Persze. De hogy igen, érdemes egy picit oda nézni az árny oldalaira is, hogy hát bizony be tud húzni bennünket, és valljuk be, hogy ez tényleg megtörténik. Tehát nem csak a szomszéddal és az ismerőssel, hanem szerintem mindenki. Igen, az a helyzet, hogy nagyon sok minden más mellett ebben is úgy vagyunk, hogy elmegyünk a falig. Uh-huh. Tehát hogyha az ember mondjuk fogyaszt alkoholtartalmú italokat, akkor itthon abban is elmegyünk a falig. Butára isszuk magunkat, statisztikailag nagyon-nagyon sok alkoholt fogyasztunk, holott azt is, hogyha az ember mértékkel csinálja, akkor az nem feltétlenül okoz problémákat, és mondhatnék még néhány olyan dolgot, ami nyilván nem támogatott így a köztudat meg az egészségügy szempontjából, és hát lassan ide sorolódik a mobiltelefon használat is, mert hogy azt is látástól Mikulásig nyomkodjuk. Viszont... Kicsit boomerül hangzik ez a dolog, de hát ez van. Ez van, igen. Viszont vannak ilyen szokások, amiknek nincsenek hátulütői, például az, hogy a forráskafét hallgassátok minden reggel. Ennek abszolút nincsenek hátulütői, sőt, hogyha üzenetet küldtök nekünk, és velünk beszélgettek, na annak meg aztán pláne nincsenek hátulütői, úgyhogy ha van véleményetek egyrészt a social médiával kapcsolatban, másrészt pedig az okoskészülékekkel kapcsolatos használati szokásokkal kapcsolatban, a kapcsolatszót mondjam el még egyszer, szerinted kapcsolatban, kapcsolatosan, kapcsolatban, mert hogy kapcsolódunk egymáshoz, így van, üzleti munka, tehát én kapcsolatban, csoda tudja. Beszéljünk már erről a részéről. Szóval, hogy 0620 97 8 97 85, és ide megírhatjátok. Ja, és hogyha közlekedési infótok van, na, hát azt is nagyon várjuk. Még alszik a bébi? Akkor ajánlunk egy jó kafét! Mosolyra hangol! Milyen jó, hogy vannak, akik készen állnak a szerelmemre. Erről szólt az előző dal. Úgy érezted, hozzád íródott ez oda? Ja, nem, csak a címéből következtem. Jól van, jól van. 3:49 lesz 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most kell föl. Gondolom ő valami éjszakás vagy tegnap késő délutános műszakban volt. Kejfej János. Ne aludjál. Ne kicsinyítő képzősködjél itten. Ja, bocsánat. Mindenféle következmények nélkül. Nekem van egy, akivel lehet ilyen kicsinyítő képzőzni. Neki, amikor azt szoktad mondani, hogy Kejfej Jancsi, akkor jó, mindegy, ne menjünk el. Jó, vissza. Na, menjünk inkább a TikTok trendekre. Na, menjünk! Bár ott is lehet hasonló tartalmakkal találkozni. Ugye azt beszéltük, hogy azért árulkodik az a bizonyos TikTok, hogy igen, milyen videók jönnek be. Most nálam, mert nem kérdezted, azért elmondom, nálam ilyen főzős, meg edzős videók jönnek, ez a kettő véglet általában. És a főzős videók azért a trend vonalba tartoznak, tehát akkor én is mondhatom, hogy TikTok trend követő vagyok. És nem jelennek meg ilyen strandformát magára rántott hapsik, kigyúrva, izomzattal? Meg... Hát edző hapsik esetleg, edző hapsik. De inkább nők szoktak beugrania elé. Na, ez érdekes. Uh-huh. Mit kéne beállítanom? Ne, hogy rá kéne keresnem valamire? Csak akárkivel beszélgetek így
férfiak körében ilyenekről, ott azért megjelennek a hölgyek. Uh-huh. Igen. Hát és ott szerintem esélyesebb, hogy így betulakodnak a... Olyan tolakodóak ezek a nők, hogy jaj! Igen, érdekes egyébként, hogy pont ezek a... Pont tegnap hallottam egy ilyen jó kis viccet. Megosztam vele. Oszd meg velem, megérdemlem? De nem tudom, mert kedves hallgatók majd eldöntik, hogy ők megérdemlik ezt a viccet. Hogy mi a különbség a sör és a hölgy között? Nem tudom. Hát az, hogy a sör habzik, a hölgyek pedig haboznak. Ez na, ez csak a videókról és a hölgyes videókról jutott eszembe. Ez jó. Most erre most rá, tudnék, nem, rá tudnék kontrázni, vagy négyet, csak így pörgetem a füzetet, hogy melyik az, amelyik szalonképes, de egyik se. Úgyhogy ezt most így elengedjük. De igen, tehát a TikTok trendekre visszatérve azért azt is látjuk, hogy azok, amik TikTok trendként működnek az Amerikai Egyesült Államokban, vagy Európa más országaiban, azok... Mondjuk ez itt különbség van szerintem Európa és Amerika között még egy kicsit nem. Vannak olyan amerikai TikTok trendek, amik Magyarországra, illetve Európában nem jönnek be, de vannak olyanok, amik meg bejönnek, viszont az európai máshol általánosan megjelent TikTok trendekhez képest is, ilyen 2-3 hónapos csúszásokban érnek el hozzánk. Hát hosszú a távolság, nagy a távolság, hosszú az út. Nagy a távolság Európa is köztünk, valóban. Igen, hát néha nagy. Időközönként elég nagy a szakadék. Szóval, hogy ez egy ilyen érdekes jelenség, és egyébként neked, mivel feldob ilyen mindenféle főzős TikTok videókat, nem tudom, hogy a főzős ASMR videókkal találkoztál-e már? Nem. Forráskafé! Erős, mint a monostori erőt falai Komáromnál. 9 óra után 4 perccel is. Egy ilyen sportos héten vagyunk mi most itt Rékával. Mondjuk Rékának egészen máig tartott a sportos hét. Parancsolj velem, kérlek! Igen, de fogok sportolni a hét hátra lévő részében is. Akkor egész biztos voltam. Hát igen, én is. Az M1-es autópályán viszont van egy hírünk. Ács térségében a Hegyeshalom felé vezető oldalon a 92-es és a 93-as kilométer között szalagkorlátot javítanak ebben a forró reggeli időszakban. A belső sávot ezért lezárták. A torlódás 1-2 kilométeres. Pillanatnyilag igen. Nagyon igen, jó. És hát rendőri jelenlét is van egy picit távolabb onnan, Csém és Mocsa között. Úgyhogy óvatosan arra felé, illetve van még egy rendőri jelenlét a... Duna-Szent Miklós előtt a 11.36-oson. Pontosan. Igen. Igen, igen. Alakulunk, jó van. Alakulunk, mint a kis molekula. Nem csak még bennem van és ez még a nyuszis dolog. Ez a... Mert az a zseniális. maga a körülmény, hogy van még ember, gyerek, aki ilyen őszinte szeretettel tud állatok felé fordulni. Hát vannak sokan a gyerekek zöme, azért ez választ az anyulának, baknyulának. Mert Imitől kapta. Vette. Vette, bocsánat, Imrétől, Imre bácsitól. És mindenki hívják a bácsit, akit ő vettem. Igen. Igen, egyébként szóval... te nyuszikat árulsz ezek szerint. Igen, Schwarzban. Hogyha valaki nyulat szeretne vásárolni, az jelentkezzen azért nálam. Azért vagy mindig feketében. Igen, mert hogy Schwarzban. Von Schwarz. Macskafogóban megvan? Elképesztő karakterázás. Na igen. No, hát... Akkor most megbeszélünk minden. Ha már ilyen svarcos dolog, akkor vannak ugye csalók, akik így visszaélnek bizonyos dolgokkal. Most vannak? Hát én nem találkoztam még. Romániában játszódik ez a kis filmbe illő történet, gyakorlatilag tényleg filmbe illő, lehet, hogy ezt hamarosan Hollywood felkapja, mert hogy évekig játszotta a rendőrt, nyomozásokban és még kihallgatásokon is részt vett, de úgy, hogy nem volt erre rendőri végzettsége. Semmiféle rendőri végzettsége nem volt. 25 éves férfiról van szó, 8 általánossal rendelkezett, és úgy gondolta, hogy ő most beáll rendőrnek, és autós ellenőrzéseken vett részt, gyanúsítottakat hallgatott ki, rajtaütéseken is ott volt. Szóval hogy rendesen megvezette a rendőrséget abban a bizonyos városban, ahol tevékenykedett, de hát egyszer csak lebukott. Jó, hát ez is csak egy ilyen másodosztályú csalás, ez semmi a magyar csalókirályhoz képest. Persze. Nem hallottál még a nagy elődjéről? Nem, mesélj. Nem.
Nem, hát én nem mozgok ilyen területen. Van egy Bósa Vezeték nevű úriember, ő Magyarországon dolgozott csalóként, nem tudom, hogy most karrierjének melyik szakaszában tart, esetleg pihene valahol most, de ő például megcsinálta azt egyrészt, hogy eladta a Nyugati pályaudvarnak a tetőszerkezetét, konkrétan. Igen, jó. Ezért, mikor ez kiderült, hogy csalás, ezután őt letartóztatták, de egyszer szabadulása után például megcsinálta azt, hogy egy pszichiátriára elment dolgozni orvosként, és ott ő rendesen praktizált egyébként. Jó. Igen. Egészen pontosan, most így gyorsan rákeresek, mindegy, most nem is tudom megmondani hirtelen, de hogy talán főorvosi szintig elvitte ezen a pszichiátrián a tevékenységét, illetve papként is dolgozott. De jártak hozzá rendesen gyónni, misét tartott. Nézte a trendet, mikor, hol van felemelő. Szóval, hogy hol jobb a bevételi lehetőség. Igen. Hát végül is alkalmazkodott, és élt a lehetőségekkel. Azért ez a pszichiátria, ez durva eset. Hát, na ne, hogy durva eset, ez az egész durva eset, hogy tevékenykedett. Igen, tehát hogy ide el lehet jutni. De azért ez így rávilágít bizonyos hiányosságokra akkor ezeken a területeken. Tehát ez a romániai hír is, hogy évekig el tudott így élni, hogy átvert mindenkit maga körül. Tehát igen, azért az durva. Itt van, meg is találtam egy cikkben. Azt mondja, hogy szabadulása után egy kórház pszichiátriai osztályán dolgozott, mint kezelőorvos, majd főorvos, bár érettségiesen volt, évekig praktizált doktorként. Végül az egyik páciensnek rossz gyógyszert ír fel, a nővérke pedig beadta a páciensnek a pirulákat. Mivel a beteg meghalt, Bósa és az ápolónő is börtönbe került. Jój. Na, szóval hát igen, ez elég durva. Itt azért komolyabb dolgok is történtek. Szerencsére így a romániai esetről így nem derültek ki. A romániai eset az legalább a maga nemében tartalmaz magában némi vicces igen, vonalat. Van benne humorfaktor, rendesen. Csak tényleg elgondolkodtató eset. Most mit gondolsz akkor, amikor téged így megállít, elkéri az irataidat, megszondáztat, esetleg így kicsit ilyen erőszakosabban is fellépne, mert hát miért ne? És akkor utána kiderül róla, hogy ja, amúgy meg semmi köze nem volt ez a történet. Ezzel kapcsolatos gondolataimat nem szeretném veled most így adásban megosztani, Réka, minden esetre ennek megfelelően szintén vannak magyar megfelelők, amikor autópályán vagy autóúton, erről is láttunk már videókat, megy a közlekedő az autójával, és akkor valamelyik oldalsó sávból megjelenik, természetesen valami felső kategóriás autóval kopaszra borotvált sofőrünk, és ráhúzza a kormányt a másik autóra, aki természetesen ettől megijedve, vagy önmagát felhergelve elkezd reagálni különböző nemzetközi kézjelzésekkel a sofőrnek, majd igen, aztán a sofőrünk a másik autóból elkezd lobogtatni valami rendőrségi igazolvány jellegű igazolványt, hogy ő egyébként rendőr, úgyhogy csak óvatosan a dudálgatásokkal. Na, ezzel kapcsolatban is egy pár alkalommal már kiderült egyébként, hogy ezek hamisított igazolványok. Na jó, de ezt most honnan tudod? Rád hozza a frászt valószínű. Hát rám hozza a frászt, aztán utána nyilván ő, mint frászban lévő másik sofőr, jelzi a rendőrségnek, hogy egyébként egy másik rendőr ezt és ezt tette. És na akkor jó, elküldi most a rendszámot. Igen, de most már azért nem ritka, hogy civil járműből előlépnek azért a hivatásosok. Na jó, de a közúti veszélyeztetés az a rendőrnek sem hát megengedett. Nem megengedett, ez így van. És ezekben az esetekben most ez történik, és hát abból a szempontból szerencse a szerencsétlenségben, hogy legalább kiderül róla, hogy hamisított igazolvánnyal csinálta mindezt egy, mit tudom én, Kovács 2 Jóska nevű sofőr, akinek van egy ilyen hamis igazolványa, de a rosszabbik eset az az, hogy volt már precedens arra, hogy tényleg valódi rendőr tette ugyanezt. Igen, ilyen dolgok például is ki szoktak derülni, viszont most nagyobb figyelmet fordítanak majd pont ezekre, ugye, hogy ilyen büntetőfékezés, meg egyéb ilyen nem túl kellemes helyzetbe hozása a forgalomnak, ez nem megengedett, és most már erre nagyobb figyelmet fognak fordítani. Hát, hogy ezt hogy fogják majd kezelni, meg felügyelni? Na, meglábalni? Az egy másik kérdés, igen. Na, de ez mind a jövő zenéje. A mostani jövő zenéje az mi lesz, Simi? A mostani jövő zenéje szerintem egy jó Martin Solveig.
Rejection. Ez nagyon jó. 2007-ből szeretnéd meghallgatni? Egyenesen a jövőből jön. Bizonyám, megmutatjuk a hallgatóknak is. Nagyon közeli jövőből. SMS meg Viber szám elhangzott? Nem, 0620 978 978. Na, hát ide várjuk, mondjuk a közlekedési infókat? A jövőbeli közlekedési infókat. Nem, a jelenbelieket. A jövőbeliek, azok még odébb vannak. Na maradjatok velünk, jövünk vissza. Brit tudósok megállapították, hogy vannak, akik nem hallgatják a Forrás Cafét. A jelenséget még ők sem értik. 10 perc múlva fél 10, ez pedig továbbra is a Forrás Café, benne itt van Ölvedi Réka, Anna, meg itt van ez és a... És Borsodi Imi. Így van, ez a pannonfehér bak. Igen, itt van. És megnézhető az a videó ugye a Facebook oldalunkon, és várjuk az elnevezéseket, hogy ki hogyan nevezi, becézgeti, szeretgeti a házi állatait. Hát Imi nevez szerintem ritkán. Reméljük csak a jó ízlés határain belül. Ritkán adnak szerintem nyúlnak, vagy egyéb házi állatnak. Bár, ha jobban vele gondolok, adnék állatnak ilyen nevet, hogy Imi. Görénynek, vagy mire gondolsz? Például. Köszönöm szépen. Eleve egy nagy fiatalkori, gyerekkori sebem nekem a saját keresztnevem, de most még az. Igen? Nem. Igen. Mert hogy csúfoltánk? Hát persze. Hogy na jó, de mondj olyan nevet, amit nem csúfolnak gyerekként. Én még azon csodálkozom, hogy még a srácok nem jöttek azzal, hogy csúfolták őket mondjuk a nevükből adódóan, vagy bármi. Majd most elkezdődik. Na, lehet, hogy Máté az iskolával indul. Meguculnak ezek a dolgok elég. De hogy ez tök jó, hogy nagyon örülök, én korábbra már számítottam erre, hogy bármilyen testalkat, egyéb ilyen óvodában. Dolgok. Aha, igen. Hát óvodában szerintem még az ilyen body shaming, meg az ilyen különböző... szurkálódások, ezek még annyira nem jellemzőek, ez inkább az általános iskolára. De egyébként... Van egy ilyen duci kisfiú a csoportban, és őt úgy szokták így megnevezni, mert több, ő is Máté, hogy ugye több Máté van, hogy ő a nagy pocakú Máté. Olyan cuki szerintem. Ez már a body shaming fogalmát hát, tudom, egyébként de hát, kimeríti, amit de te ugye, most itt adásban. Igen, de hogy ugye jelzőket szokás használni, hogyha meg akarunk különböztetni mondjuk hasonló nevű, vagy ugyanolyan nevű embereket, akkor valamilyen jelzőt szoktunk alkalmazni. De az, hogy pocak, tehát ugye az úgy még szerintem a kedvesség állapotában van. Jó, ez is lehet már sértő, ez igaz. Igen, de nekem hogy van egy nagyon jó neurológus még barátom, okés. Ő szintén Máté. Mindig a Máték kapnak becenevet, mert hogy ő is kapott becenevet. És ő mit kapott? Nem fogom adásban elmondani. Nem tudom, szerintem mindenki kap becenevet, én is kaptam becenevet. Te kaptam becenevet? Nem. Amit most itt bemersz mondani. Nem, becenevet nem kaptam, de az az érdekes egyébként, hogy... Hát de az Imi is már egy becenév. Na oké, de hogy az emberek jelentős százaléka engem Iminek nevez, meg Imiként használja a nevem, de pont a legjobb eddig, barátaim... De most már nem, most fehér nyúl leszem. Pannon. Pannon fehér. Igen. Szóval, hogy a legjobb barátaim viszont Imréznek. Tök furcsa. Uh-huh. Jó, annál szóval, hogy ez igen. Tényleg tehát, hogy engem is Rékának hívnak, nehogy ez... Nem Rékuciznak? Nem. Kici kuci, Rékuci. Hát de a kuca, az igen, az volt a becenevem. Nem is nagyon kedveltem egy ideig. De hogy ez fordítva szokott ugye lenni, hogy a jó ismerősök, barátok, a közvetlenek inkább az Imi, és akkor akik meg távolságtartóak, ők az Imre. De akkor nálad meg pont fordítva. Igen. Hát, igen, nem furcsa fiú vagy, én már ezt feszegettem. Többen mondják, pedig alapvetően annyira nem. Lehet, hogy ez a baj. Ilyen furcsa fiúnak tűnök. Nem vagyok furcsa fiú. Nem. Köszönöm. Nem mindig. Bezzeg azok a csalási tényezők, amiket boltokban szoktak alkalmazni azok egyesek, azok furcsák. Igen. Bár, ha jobban belegondolunk... Ölvedi Rékás átkötést hallottak el hallgatóink. Ha jobban belegondolunk, akkor végül is magától értetődik, ugye, hogy az de ember nekem ez szeret sosem jutott eszembe. Simlizdi. Hát igen, én is szeretem, hogyha hátamat simlizdi valaki, de sajnos ez viszonylag ritkán szoktam. Fordul elő. Szőrös, fehér, szőrös hátamat. Na szóval, hogy egyre több üzletben fordul elő, és megint előjöttek brit kutató és tudós ismerőseink, akiket nagyon szeretünk, és akik nélkül nem telhet el nap. Szóval, hogy csináltak egy kutatást, és a válaszadók 13%-a bevallotta egy brit felmérésben, hogy szokott csalni az önkiszolgáló kasszáknál.
Tehát, hogy amikor az önkiszolgáló kasszánál fizet, akkor egy úgynevezett banántrükköt alkalmaz, és a banántrükk az pedig arról szól, hogy nem azt a terméket húzza le. Tehát mondjuk, hogyha itthon veszünk almát, akkor nem a Jonathan almának a címkéjét rakjuk rá a zacskóra, hanem mondjuk az idaredét. És akkor ezáltal olcsóbban tudja elhozni a terméket. De nekem ez sosem jutott még eszembe. Hogy ezt a csalást egyáltalán hát lehet alkalmazni. Hát eddig, de van ez a Forrás Café nevezetű műsor, és most drága lehet, hogy ezt tömegesen fog előfordulni. Köszönjük az a szó, amit kerestetek. Nagyon szívesen. Nem buzdítunk erre senkit. Semmiképpen, bűncselekményekre abszolút nem. De hogy ez érdekes azért, hogy a 13%-a bevallotta a felmérésben. Mi van a többivel, aki nem vallotta be? Hát ők nem vallották be. Ők számítottak arra, hogy ennek lesz súlyos következménye. Igen, mert ugye ott van egy csomó ilyen lehetőség, hogy van zacskó, nincs zacskó, van ilyen újrahasznosított igen. dolog. Tehát, hogy igen. ott rád van bízva, hogy te mit nyomkodsz. Jó. Aztán ezt nem feltétlenül ellenőrzi kint a kasszapultnál, vagy a nem, biztonsági de azért ott van senki. Ott van egy alkalmazott minden alkalommal ezeknél az önkiszolgáló kasszáknál is, aki egyébként nyomon kíséri, hogy te mit bénázol ott ezekkel az önkiszolgáló kasszákkal. Szerint, hát azt nem, mert ide-oda rohangál, mert ha elütés van, vagy nem vesz be valamit, vagy ugye most már ez a dobozos visszaváltós történettel is igen. van ugye probléma, meg a szeszes italt, hogyha vásárolsz, akkor oda kell mennie, és neki leokéznia. Szóval, hogy van neki bőven dolga. Igen, ez is egy olyan dolog, amit így bevezettek, de még ez nem volt teljesen körüljárva. Indítsuk el, aztán lesz belőle, ami lesz. Bezzeg az ilyen sportruházatos bevásárlóközpontokban, ez mennyire igen. frankon tud működni? Nagyon, szerintem az összes többihez képest az tökéletesen jól működik. Bedobod az egész kóceráit, amit ott összeválogattál, és egy pillanat múlva már látod a képernyőn, hogy te miket vettél, hány darabod, minden ott. Mondjuk azt nem, arra én nem emlékszem, viszonylag régen vásároltam ott, hogyha egyszerre berakod a teljes kosártartalmadat, azt egyszerre leolvassa. Ez egy nagyon friss élményem. Múlt pénteken, hát nagy bevásárlást kellett tartani a fiúk mez kiegészítőinek, és hát egy kosárban volt két egyforma termék is, meg még különböző is, azt így, ahogy volt, így beborítottam a kosarat, tök és jó. már ott volt, hogy én mit vásároltam. Hát ebben is meg kellett nyomni ugye? A gombot, hogy akkor én ezt ki is szeretném fizetni, bár egy kicsit húztam a számot. Nem szeretném kifizetni, de muszáj lesz. Muszáj volt, és ennyi. Tehát, hogy így teljesen egyszerű. És még az is feltűnt, hogy nem csak egyetlen egy segítő ember van ott körülöttem, hanem ott voltak vagy 8-an. Hát igen. De furcsa ez, hogy itt tartunk ebben a dologban. Nyilván ez megint arra egy lépés, hogy hogyan lehet automatizálni folyamatokat, ami szintén egy kérdéses dolog, hogy most akkor mi lesz azokkal, akik egyébként pénztárosként, kasszásként tevékenykedtek éveken, évtizedeken keresztül. Hát és mennek nekik... kasszaőrnek. Hát, jó, oké, ez gyönyörű lesz. És minden önkiszolgáló mellett, kassa mellett lesz egy kasszaőr. Egy kasszaőr? Igen, hát most, hogy bemondtuk, hogy lehet banántrükközni. Vagy egy kaszkadőr. Most már való lesz. Jó, hát muszáj volt erről beszélni. Hát nekem ez egy tök újdonság, hogy ráadásul Nagy-Britanniában ilyen előfordulhat, ahol aztán mindenféle hülyeségre vannak mindenféle törvények. Hát 30%-os emelkedést jelentett az előző évhez képest a bolti lopások növekedése. Azért az durva. Majdnem 500 000 ilyen bűncselekményt regisztráltak. Az nagyon komoly. Uh-huh. Kedves hallgatóink, hogyha esetleg nagy bevásárlóközpontban dolgoztok, mint kasszás vagy üzletvezető, írjátok meg nekünk, legyetek kedvesek az utolsó fél órában, hogy ezekben a nagy bevásárlóközpontokban természetesen név nélkül, mert hogy a bevásárlóközpont neve nélkül. Elő szoktak fordulni ilyen jellegű csalások, vagy ez egyáltalán kivéthető? Erre én most így kíváncsi lettem. 0620 97 8 97 8 5-ös az SMS és Viber számunk. Aztán rövidesen jövünk Pistivel, maradjatok velünk. Forrás Café! Velünk a műszak is könnyebben indul. 5 perc múlva 3:40 egészen pontosan, és itt van velünk Pisti is, úgyhogy újra kiegészült a csapat, ismét hárman vagyunk a stúdióban. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Micsoda csodás nap ez. Úgy belegondoltál ebbe az egészbe, hogy már mit is mondj, jól láttam? Igen. Kerested a szavakat. Igen, meg néha a kulcsomat. Ezt így szoktam csinálni. De a kulcsod megvan. A kulcsom megvan, igen. A hallgatóknak elárulom, hogy tegnap az történt, hogy a kulcsomat sikerült itt hagynom a rádióban, és hát nyilván erre csak otthon jön rá az ember, de pont ezért van egy pótkulcsom, mert múltkor sikerült azt csinálnom, ez néhány hónappal ezelőtt volt, hogy este 10-kor a lakásom előtt jöttem rá, hogy ó, a kulcsom az ott van a keverőpult mellett. Úgyhogy késő este volt egy köröm ide a rádióban. De figyelj, és akkor a pótkulcsnak megvan a helye, hogy az hol szokott lenni? Így van a lábtörlő alatt. Így van, most el is mondom a hallgatóknak, igen, mondom a pontos címet, és hogy melyik cserép balával rakva, igen. A riasztókod még mindig a 1743? Milyen jól értesült. Most hívhatod ki a programozót, hogy megváltoztassa, mi? Igen. No, hát eltelt ez a mai nap rendesen. Nekem a héten az utolsó, csak szólok. Állandóan az orrunk alá dörgöli Pisti. Már hogy nem a Pisti dörgöli állandóan az orrunk alá. Szeretnétek. Ezt kihagynám, köszönöm. Másfél óra utazás után ne dörgölj semmit. És ma még egy viccet is hoztam nektek, fiúk. Ó, igen. És ezt most el akarod nekünk mondani? Vagy? Már iminek elmondtam. Te meg megnézheted a Facebookon, Pisti. Jó, csekkolom majd. Sokat kacakhatsz rajta. Ó, látom, hogy ott van valami poszt. Igen. És az ott egy sör a kezedben? Vagy mi? Hát igen. Vagy csak oda képzeltem, csak azt szeretném látni, vagy az a valóság. Halúzol. Mi a különbség a sör és a hölgyek közt? A sör habzik, a hölgyek pedig haboznak. Képzeld el, ezt én mondtam Iminek. Pisti is átérezte a poénnak a súlyát, de legalább mémesült réka. Jó, legalább átment. Én ennek már örülök. Jó, hát egyébként is itt a... Annyi sziporkás megszólalásom van, aztán nem mindegyik megy át, de legalább ez átment. Simi nem féltékeny, egész reggel azért izzad, azon próbálkozik, hogy vicces legyen. Te meg jössz, mondasz egyet, és már leverted az egészet. Imi azért izzad, hogy vicces legyen. Hát igen, ezért izzadok már 37 éve lassan, hogy vicces legyek. Soha nem jön össze, nem szoktak rajtam nevetni. Nem, na, baj, de, van még de, te, de te jössz holnap is, úgyhogy... Én jövök, úgyhogy... Kudarcok Imivel holnap reggel is. Te leszel a pszichológusom, hozzunk egy kanapét. Kudarcok Imivel holnap is, ez jó. Ezt ebből is csináljunk valami. Még nagyobb kudarcot? Na, szóval, hogy az a helyzet, hogy te most lelépsz, elmész, sütteted még egy kicsit a hasadat. Szesel szigetek, tudom. Abszolút, oda megyek, tehát pont azért vettem ki ennyi időt. Az az igazán búcsús gazdagság. Annyi pénzed van, hogy 3 napot tudjál tölteni a Szesel szigeteken, meg is érdem. Ja nem, hát jövő étre meg beteget jelent, tudod, tehát igazából a következő 3 évben nem látjuk régen. Pisti, ezt nem kellett volna elmondani. Na, de hogy holnaptól 9 órakor csatlakozol hozzá? Minden nap, Pisti? Hát állítólag muszáj, úgyhogy nincs választási lehetőségem. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 1 órával hamarabb fogok kelni, de hát majd csak túlélem valahogy. Egyem a kis szívedet, össze ne rottyanj ebben az bár viccből itt a szomszéd irodában mondtam, hogy egyébként jöjjek 6-ra is. Az a baj, hogy így felcsillant a vezetőségnek a szeme és pillantása egy pillanatra, és mondtam, hogy csak vicceltem. Mikor megy az első vonat? Azt eléred. Figyelj, négy körül szerintem már megy, elvileg beérnék, csak hát az alvási ciklusomat meg vissza? Elbúcsúztathatnám egy időre. Alvási ciklusom, neked van ami egyébként sincs, tehát ez a baj, hogy... Figyelj, nekem más kérdem. Ciklusom van, de alvási az abszolút, nincs odak még a hírét se hallom. Oké. Erre voltak kíváncsiak a drága hallgatók, hogy Réka vajon képes. Gondolkodtam, belemenjek-e ebbe a témába. Hát figyelj, a holdjárásáról Rékával lehet beszélgetni. Arról abszolút tudok mindenféle. Na, az nagyon jó, mert a holdról... Empirikus megnyilvánulás. A holdról mi is fogunk beszélgetni a koktélban, csak mondom. Tényleg? Aha. Na, ez izgalmas, mert képzeljétek el, hogy a holdon képesek előállítani a kínaiak vizet, és hogy hogyan, ez is kiderül majd. Fölvisznek a koktélba. Egy zacskó hidrogént, meg egy zacskó oxigént, és összeöntik a holdon. Nem mondod, így működik? Én nem tudom. Hiányoztam a kémia órákról az iskolában. Hát én meg a kínai mindig, kémia órákról. Mindig csütörtök reggel volt kémia órán, a reggel 8-as órán a dolgozat, és én olyankor mindig ilyen 8-25-re értem be, amikor már beszedték a papírokat. Egyébként mi az a kovalens kötés, mert én a mai napig nem tudom. De jól hangzik. Igen.
Igen, biztos na, valami hát lelki akkor... dolog lehet, nem? Csak is az lehet. Kovalens kötődünk. Ha valaki szeretne velem kovalens kötődni, írjon üzenetet. 0-20-97-8-97-8-et. És akkor Pistije a terep innentől kezdve. Holnap viszont vár benneteket Borsodi Imi. Itt így lesz van. A kávé reggel 6-tól. És nem vár benneteket. Nem. Holnap Völvedi Réka. Igen, én itt majd leszek, kedden. És 9 órakor pedig akkor csatlakozik hozzánk Pisti. Gyertek velem a holnapi napon is, neked meg nagyon-nagyon jó pihenést kívánunk. Köszi. Réka, várunk vissza szeretettel és előmelegített székkel kedden reggel. Kedden reggel. Én kotlom. Érkezem. Én fogom kotlani addig a székedet. Akkor meggondolom. Akkor egy tojást. Most hagyjuk Rékát is Imit egy kicsit pihenni, de ne feledjétek, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Forrás Caféval ébredhettek. Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornánkon, vagy a Spotify-on.